A nyereményjátékban azok a bankkártya tulajdonosok vettek részt, akik november 6-a és december 3-a között bankkártyával fizettek, vagy bankautomatából pénzt vettek fel legalább 2000 dinár értékben, és azt a bank honlapján bejegyezték. 5 tranzakciót regisztráltam, ez egy hónap alatt. 3 ilyen üzleti vásárlás volt, 2 pedig olyan rendkívüli kiadás volt, és akkor kicsit olyan, hát úgy nem is esett jól, mert előbb kisült, hogy az akkumulátort kell cserélni a kocsin. Előbb azt hittem, hogy az a problémának az okozója, ki lett cserélve az akkumulátor, az volt az egyik tranzakció, utána kisült, hogy más probléma is van, és akkor elvittem a kocsit megint javításra, és újra fizettem, és ez ilyen rendkívüli kiadás volt, és valahogy állandóan olyan érzésem van, hogy ez a két tranzakció milyen rendkívüli kiadás volt, és ami nehezemre esett, hogy valójában az hozta meg a szerencsét, ugyanis pontosan nem mondták meg, hogy melyik tranzakció lett kihúzva. A nyeremény 4 személyre szóló hétvége a párizsi Disneylandben repülőjeggyel, elszállásolással és VIP belépővel együtt. Én vagyok a nyertes, de nem leszek élvezője a nyereménynek, ugyanis hát hosszabb gondolkodás után úgy találtuk, hogy mivel hát égből kapott ajándéknak tekintettük ezt az egészet, hogy talán úgy van rendjén, hogyha már nekünk is így az égből potyant, hogy akkor megosszuk ezt az örömet mással, és mi 2 gyerekünk és az unokatestvérem 2 gyereke fognak utazni együtt. Ez az első ilyen fajta nyeremény. Én bevallom, hogy a szerencsejátékokat nem szoktam játszani, tehát azzal kapcsolatosan az az álláspontom, hogy esetleg szervezném azokat, de játszani nem játszom. Tehát ez olyan volt, hogy ez valójában semmibe se került. Tehát én már a fizetést elvégeztem. Az ilyen fajta nyereményjátékokban, amikor nem felejtem el, akkor részt veszek. Nem volt ez nagyon gyakori, de mondhatom, hogy tehát eddig nem is vettem nagyon részt nyereményjátékokban, de nem is nyertem, de most jó bejött. De semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként informatikus vagy. Nem, semmi köze nincs. Ha csak nincs olyan köze, hogy azt mondják, hogy számítógépes volt, tehát a véletlenszerű, ugye, tehát nem hekkelte meg azt a számítógépet, de nyilván a számítógépek szeretnek. Az élelmiszeripari technológus végzettségű háziasszonytól azt odakoltuk meg, mit tesz azért, hogy a következő év is szerencsés legyen. Szilveszter este akkor malac pecsenyét sütünk, és hát általában krumpli saláta van mellé, persze hát buzát ültetünk lucákor, ugye, és azt nevelgetjük, és új év napján akkor lencse leves szokott lenni, néha szárma, néha lencse leves kolbásszal. A húzás idején nem volt valami szerencsevarázslás? Hát nem volt, nem is vártuk, nagyon meglepődtünk, és nagyon örülünk persze a gyerekekkel együtt.